Barcsai Andrea igazgató, a kézműves szakiskola és alapfokú művészeti iskola képviseletében Békés Csabáról mutatja be az intézményt, illetve majd kiderül, hogy mi is az előadás pontosan. Átadjuk Andreának a szót és a teret, a gépet. Szeretettel köszöntök mindenkit a konferencián. Én szeretném bemutatni a Békés Csabai iskolánkat, aminek időközben a neve ugye megváltozott bizonyos jogszabályi követelmények miatt. Most már kézműves szak középiskola vagyunk, és alapfokú művészeti iskola. Ez ugye egy olyan jogszabály volt, amit szeptember 1-ig minden szakiskolának meg kellett lépni, és most már ugye ez a nevünk. Ezt itt a folyamatot is láthatjuk. Azt szeretném elmondani a háttérben, ahol a diának a háta vagy a háttere fog látszódni, azt nézzétek, vagy nézzék el nekem, az egy áttört tányérnak a mintája. Lévén én is fazekas vagyok, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt azért elhozom magammal. Az iskolánk története 92-ben kezdődött, amikor is a Budapesti Művelődési Központ megalapította az esély szakiskoláját. Ezt követően több iskola is, több ilyen jellegű iskola is megalakult az országban, köztük a miénk is. A Megyei Művelődési Központ berkein belül Pál Miklósné nevét kell említsem ennek az ügynek a kapcsán, bizonyára többen ismeritek Anci nevét. Az ő ötlete volt az, hogy a budapesti iskola mintájára Békés Csabán is alakuljon meg egy ilyen iskola. Ez 92-ben, illetve 93-ban el is indult, és hát azóta is, nem mondom, hogy töretlenül, mert egy-két buktató azért volt itt az elmúlt 20 pár évben, de azt szeretném nyugodt szívvel elmondani, hogy azóta is működünk. Ahogy itt látható a dián is, útközben 2007-ben volt az első ilyen, illetve hát az egyetlen olyan nagy buktató, amin át kellett esnünk és át kellett éljük. Ez azt jelentette, hogy szintén ilyen országos tendencia volt ebben az időszakban, hogy a megyei művelődési központokat megszüntették, így a miénket is, a Békés megyei művelődési központot is. És akkor dugtuk össze a fejünket, hogy ezzel a tagintézménnyel, a mi iskolánkkal mit lehet csinálni. És hát nagyon bátrak voltunk, és bevállaltuk azt, hogy önálló intézményként működtessük ezt az iskolát. És végül is a Békés-megyei önkormányzattól kaptuk is a lehetőséget, hogy jól van, itt van az épület, ott vannak az eszközök, csináljátok, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Ez volt 2007-ben, és hát szerencsére még azóta is talpon vagyunk, és nagyon azon igyekszünk, hogy ez működjön még nagyon sokáig az iskola. Azt azért zárójelbe így kicsit negatívumként még szintén el kell mondjak, hogy nincs egyszerű dolgunk. Ahogy itt mi most itt szűk berkeken belül egyetértünk, hogy mennyire fontos a népművészet és a népi kézműves szakmák, mesterségek megtartása és oktatása, úgy ez sajnos az országban nem mindenkinek ennyire egyértelmű, és hát a kollégáim nagyon jól tudják, hogy nagyon nehéz dolgunk van, mert minden évben meg kell harcolnunk a fejkvótáinkért, a gyerekeinkért is természetesen, pedig azt gondolom, hogy egy olyan munkát végzünk, ami mindenképpen szükséges és egyedülálló, és azt gondolom, hogy hiánypótló is. A népi kézműves szakmáink nyilván nem az egyszerű szakmák közé tartoznak, hiszen egy életen keresztül kell őket tanulni, nem elég az a 2-3 év, amit az iskolában eltöltünk, hanem ez tényleg, ameddig csak az ember él, addig ezt muszáj tanulnia. Nehéz dolgunk van azért is, mert amikor megkaptuk a lehetőséget az önkormányzattól, hogy csináljuk ugye önálló intézményként az iskolát, alapított egy non-profit gazdasági társaságot, ez a mostani fenntartónk, ez a Békés-megyei IBZEN non-profit Kft. Ez ugye azt jelenti, hogy nem állami fenntartású intézmény vagyunk, hanem egy gazdasági társaság a fenntartónk. Ez ugye egy teljesen önálló, úgymond rész a magyar közoktatásban, köznevelésben.
Nem tartozunk a klikben, nem is alapítványi iskola vagyunk, tehát egy teljesen külön állatfajként működünk úgymond a világban. Ez sokszor sokkal nagyobb könnyebbséget jelent nyilván, ezt ugye a úgymond klikkes iskolák tudják. Nekünk nem kell előre tervezni hónapokkal, és nem kell kérvényezni egy csomó dolgot, hanem tudunk folyamatosan működni. Viszont ez azt is jelenti, hogy a létünk bizonytalansága az mindennapos, hiszen nem áll mögöttünk egy nagy rendszer. Tehát itt gyakorlatilag nekünk minden forintért magunknak kell megdolgozni, és hát megkeresnünk. Az épület, amit megkaptunk, hát így néz ki. Igyekszünk szépíteni, ugye, kis faragott székelykapuval mi egymással, de ez mégiscsak egy 70-es években épült épület, amit annak idején használatra kaptunk, és hát ennek az állagát próbáljuk megőrizni, hogy még hosszú távon kiszolgáljon bennünket. Az annak idején úgymond kultúrháznak épült épület a maga szépségével így néz ki. Kopjafákat raktunk ugye már az udvarba, szépen faragott padokat, hogy egy kicsit otthonosabbá tegyük a környezetünket. Ahogy mondtam, a bevételeinkről, hogy nem egyszerű az életünk, ugyan nem állami fenntartású intézményként, de ugyan mégis kapunk költségvetési támogatást, ami nem fedezi azokat a kiadásokat, amiket muszáj megtegyünk, ezért nyilván saját bevételt is kell termelnünk, nem kevés munkával. És természetesen a személyi jellegű ráfordításaink mindig a legnagyobbak, és hát ugye, ahogy a házat láthatták, nyilván a rezsiköltsége sem kevés, hiszen abban az időben, amikor épült, akkor még nem volt érdekes, hogy mennyi gázt fogyasztunk el egy hónapba, ma már annál inkább az. Az iskolánk három részből áll. Ez az első része az alapfokú művészet oktatás. Nyilván erről is volt már szó ma sok esetben. Nekünk most jelen pillanatban textilműves tagozatunk van, ami tulajdonképpen nálunk konkrétan azt jelenti, hogy a gyerekek természetesen a textilművességnek nagyon sok ágát és részét kipróbálják, de a fő hangsúly az a hímzésen van, hiszen a kis csoportnak a vezetője dr. Illés Károlyné, aki hímző népművészetmestere, és nyilván ő az ő szakmáját tanítja ezeknek a gyerekeknek. Természetesen más kézműves foglalkozásba is belekóstolnak a gyerekek, nem csak a hímzésben, mert azt gondolom még az alsó tagozatban eléggé unalmas lehet, de azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a része az iskolánknak, az alapfokú művészetoktatás, hiszen ez az az időszak, amikor nagyon könnyen tudjuk befolyásolni a gyerekeket, és nagyon könnyen lehet abba az irányba terelni őket, hogy az életük részévé váljon a hagyomány. Ez már a nappali képzésünkön nem annyira egyszerű, hiszen ott, amikor oda kerülnek hozzánk a gyerekek 14-15 évesen, hát úgymond kész gyerekeket, vagy kész kisfelnőtteket kapunk, és hát ott már elég nehéz terelni őket, és elég nehéz azt mondani, hogy ne a Viberen beszélgessél, hiszen itt ül melletted, hanem inkább a személyes kapcsolatokra fektessük a hangsúlyt. Ezt sajnos nem egyszerű elérni ezeknél a gyerekeknél. Jelen pillanatban fazekasokat, népi bőrműveseket, takácsokat és kályhásokat képezünk a nappali tagozatos szakképzéseinken. A kályhás csoport az idén indult utoljára, nappali tagozaton most az OKI változása miatt jövőre már nem indíthatunk kályhás csoportot. Viszont a felnőtt képzés, ami a harmadik része az oktatási rendszerünknek, az is két részből áll, ez az iskola rendszerű és az iskola rendszeren kívüli felnőtt képzés. Az iskola rendszeren kívüli felnőtt képzés az évek óta működő dolog. Oda jön az ember, aki úgy gondolja, hogy népi kézműves szakmát szeretne tanulni, itt választhat ugye nagyon sokféle szakmából. Természetesen kellő számú jelentkező esetén indítjuk ezeket a képzéseket. És jelen pillanatban fazekas, kályhás, hímző csoportunk van, illetve a népi játszóházi foglalkozás vezető képzésünk is elindult, illetve ezekre a népi kézműves szakmákra a ráépülésként az oktatói képzés is működik. Az iskola rendszerű felnőtt képzés az a mi életünkben szeptember 1-től egy új dolog.
hiszen azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtti jogszabály mondja azt ki, hogy mindenki szerezhet 2 államilag támogatott szakképesítést. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ingyen is lehet a felnőtteknek ezen az úgynevezett esti tagozaton szakmát szerezni. Ez természetesen nem csak nálunk, nem csak a népi kézművelés szakmákban működik, hanem más az OKI-ban, a képzési jegyzékben található szakmákban is. Természetesen meg kell találni hozzá a megfelelő képző intézményt, hogyha az ember kitalálta, hogy mit szeretne tanulni. Nálunk ez most indult szeptember 1-től, most kaptuk meg rá a működési engedélyünket. Hála Istennek elég népszerű a dolog. Ez ugye azt jelenti, hogyha nincsen az embernek 2 OKI-s bizonyítványa, amit az állam támogatott, akkor felnőttként nincs életkori határ, nyugodtan jöhet, beiratkozhat és tanulhat, anélkül, hogy egy fillért is fizetnie kellene. Ez már ugye kezd elterjedni az emberek között, és nagyon sokan érdeklődnek, és nagyon sokan épp emiatt szánják rá magukat, hogy tanuljanak. Most fazekasok, hímzők, bőrművesek és nemezkészítők kezdtek szeptember 1-én nálunk ebben a rendszerben. És akkor hoztam néhány fotót az iskolai életünkről. Itt a legkisebbeket láthatjuk, amint éppen a kukorica morzsolással ismerkednek. Ez egy az alapfokú művészetoktatásnak részeként, illetve mind a 3 rendszernek a részeként szoktunk egy nagy népművészeti tábort szervezni nyáron. És akkor ez tulajdonképpen egy intenzív képzés, egy egyhetes intenzív képzés, ahol ugye bővíthetjük a hallgatóink, tanulóink tudását. A legkisebbeknek ez alatt az 1 hét alatt igyekszünk olyan tevékenységeket kitalálni, ami nyilván a hétköznapi életüknek már nem a része. Sajnos a kukorica morzsolás sem. Még a falun élő gyerekeknek sem, úgy ahogy mondjuk 30 évvel ezelőtt az én életem része volt, de sajnos ma már nem tudják használni a kukoricamorzsolót. Mi itt igyekszünk ezeken a foglalkozásokon egy kicsit közelebb hozni ezt a fajta tudást is. A következő képeken az iskolánk tanműhelyeit, illetve az ott folyó munkáknak egy részét szeretném bemutatni. Itt rögtön a fazekas műhelyel kezdjük. Ahol most elektromos korongokkal tanulnak már a gyerekek, nyilván ez is az elkényelmesedésük része, mert hiszen van lábbalhajtós korongunk is, és gyönyörű szépen működnek, de sajnos csak arra szokták használni, hogy odarakják a készedényeket, hogy száradjon. Nagyon ritkán ülnek bele, csak akkor, hogyha kifejezetten kötelező, mert hát azt lábbal kell rúgni, ott konkrét fizikai munkát kell végezni ahhoz, hogy elkészüljön az edény. A következő fotón a bőrműves műhelyünk látható, illetve annak egy része. Nagyon nagy megtiszteltetés ért bennünket 2-3 évvel ezelőtt, amikor is egy szomszéd kis faluban a Csizmadia mester felszámolta a műhelyét, hiszen elment nyugdíjba már 82 évesen, és megkaptuk a műhelyének a berendezését, köztük ezt a csodálatos zingervarrógépet, illetve a háttérben a polcon látható, hogy valami 50-valahány darab kaptafát és kéziszerszámokat, úgyhogy nagyon örültek különösen a bőrös szakoktatónk, hogy ilyen ajándékban részesültünk. Nagyon szuper szerszámokhoz sikerült így hozzájutni. Szintén a bőrműves műhely, természetesen a Csikón is dolgoznak a gyerekek, ennek a használatát is megtanulják. A következő fotó a jelen pillanatban Takács műhelynek használt műhelyről készült. Ezek úgymond paraszt szövőszékek. Egy része új, amit most csináltathatunk. Itt az előtérben látható egy összecsukhatós szövőszék. Ezt nagyon praktikusan megcsinálta nekünk az egyik fás kollégánk, hiszen ezt akár egy személyautóba, egy nagyobb személyautóba el lehet vinni, hogyha valahol mesterségbemutatót kell tartsunk például. Nagyon sok olyan szövőszékünk van, amit szintén így kaptunk, hogy nekem ott van a padláson évek óta, vigyétek el. Persze ki kellett egészíteni, helyre kellett hozni, de
a 1800-as évek végéről is van így szövőszékünk, úgyhogy csak sajnos már helyünk nincs, hogy hova tegyük, mert ugye ezek elég nagy helyet foglalnak el, de szeretnek vele a gyerekek dolgozni. És hát természetesen van újabb is, illetve szövőkereteink is vannak, amit szőnyegszövőképzés esetén használunk. A következő pár kép a KH-s műhelyben készült. Hát ez így tisztaság szempontjából nem mindig a példamutató műhely, hiszen folyamatosan saraznak ugye a gyerekek, és építik a KH-t, illetve lebontják attól függ, hogy éppen most mi a feladat. Viszont a háttérben látható KH ugyan az esztétikailag nem a legszebb, de nagyon hasznos, mert hogy ők télen azzal fűtenek, tehát megépítették maguknak a saját KH-jukat. És ez minden évfolyamnál így van, hogy amikor mielőtt elballagnak, az oktató lebontatja velük a KH-t, hogy a következő csoport majd szintén fölépítse saját magának. Nyilván ezzel is nagyon sokat tanulnak. Ezek a KH-k is, ezeknek a nagy része is olyan, hogy használt KH-kból lebontjuk, és akkor itt újra fölépítik a gyerekek. Vannak természetesen új KH szemeink is, ezek a Szentesi KH gyárból, KH szemgyárból származnak. Nyilván azokkal is meg kell tanulni dolgozni, az újjal is, nem csak a régivel. Van az iskolánknak egy elég komoly gépekkel felszerelt fásműhelye is, ami most jelen pillanatban nem használjuk, mert hogy érdekes módon valahogy a fás vagy a faműveséget tanulni kívánó emberek azok mostanában elkerülnek bennünket, viszont itt van lehetőségünk van rá. Természetesen számítógépterem, könyvtárral, ez is a diákok rendelkezésére áll. Ezt szokták délután is használni, bármióta ugye az okostelefon mindenkinek van, azóta már egyre kevésbé, mert azon már mindig van internet. A felnőtt képzés része is az egyhetes intenzív képzés, amiről már beszéltem. Ennek keretében építették meg egy pár évvel ezelőtt az iskola udvarán található kenyérsütő kemencénket. Itt a felnőtt hallgatók tanulták itt éppen pont, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ez egy olyan kemence, aminek van, itt látható már, egy kicsit már használt állapotban. Ugye ezt minden tavasszal rendbe hozzuk, átmeszeljük, illetve áttapasztják a gyerekek. A hátsó részénél van egy sparhelt is, amit ugye főzésre szoktunk használni. Ugye benne megsül a kenyér, hátul meg a csülök, tehát nagyon, nagyon jól használható. Természetesen a programjainkba beletartozik az is, hogy például egy pályaválasztási vásáron vegyünk részt, ami minden évben a kormányhivatalnak a munkahelyi központja szervez Békés Csabán. Ezen mindig részt szoktunk venni, illetve nagyon sok olyan helyre hívnak bennünket, ahol kiállítást kell készítsünk, vagy iskolákba játszóházat, most itt éppen egy mézes kalács készítő játszóházat tartanak a kollégáink, ahol elkészíthetik a gyerekek akár a karácsonyfára való díszt is. Számunkra nagyon kedves kiállításról, kettőről is beszámolhatunk, bár a másodikról nem hoztam képet. Ez a Hagyományok Házában volt ez a kiállításunk az Iparművészeti Múzeum részben, ahol az iskola hallgatóinak a munkáival bemutatkozhattunk. Ez egy nagyon szép kiállítás volt, mint ahogy az is, amiről majd biztos a két kollégám is, a Landgráf Kata és a Vetrom is beszélni fog, hiszen a Művészeti Akadémia szervezésében a Vigadóban volt egy csodálatos kiállításunk szeptember hónapban. Én azt gondolom, hogy ezek az ilyen kiállítási lehetőségek mindig azt hozzák nekünk, hogy szélesebb körben bemutatkozzunk és bemutatkozhassunk, és bizonyíthassuk azt, hogy ezek a tárgyak, amik ugye mondjuk a 19. század paraszti társadalmában voltak mindennapos használatban lévő tárgyak, ezeket a tárgyakat kicsit átgondolva, kicsit újra gondolva a mai életünkben is használhatjuk. Akár egy nemes szőnyeget, vagy akár egy cserépedényt.
mint ahogy itt bizonyíthattuk is ugye a Fazekas Lajos tárgyaival, hogy ezeket a mai életünkben is használhatjuk. Az iskolánkban minden évben van vizsgakiállítás, és hát ezek a tárgyak is azt bizonyítják, hogy tényleg a mindennapokban lehet használni. Bár ugye, hogyha ajándékba adunk valakinek, mondjuk konkrétan én egy fazekas tárgyat, mindig azt szoktam mondani, hogy jaj, ezt elrakom a szekrénybe, mert olyan szép, hogy sajnálom használni. És mindig azt szoktam kérni, hogy én nem azért csináltam ezt, hogy te kirakd dísznek, mert ez nem dísztárgy, hanem ez egy használati tárgy. Tessék belőle megenni azt a levest, hidd el, sokkal jobban fog ízleni, mint a porcelán tányérból, bár ugye az is lehet szép. Én ugyanígy a hímzésekkel is, hogy ma már olyan mosószerek vannak, hogy bármit ki lehet belőle mosni, még a pörköltet is. Persze nyilván jobban vigyáz az ember az ilyen tárgyakra, de azt gondolom, hogy akkor él ez a dolog, hogyha tényleg a mindennapokban használjuk. És itt ezek a kiállításon készült képek is azt bizonyítják, legalábbis szerintem, vagy legalábbis mi ebből, vagy ezzel a szemlélettel szoktuk a kiállításainkat megcsinálni, hogy olyan enteriőröket mutatunk be, vagy olyan helyzetbe tesszük a tárgyainkat, amivel tényleg azt tudjuk bizonyítani, hogy ezek használható edények, és igenis kell őket használni a mindennapjainkban. Ez is egy vizsgakiállításon készült, a szennyes tartót is láthatjuk, mellette a játéktartó ülőkét, amit be ugye pakolni is lehet, de ráülni is, mellette a bevásárlókosarakat gondolom nem kell bemutatni, illetve a cserépedényekről már beszéltünk. A mézes kalácsot is nagyon sokan ugye elrakják, hogy ez milyen szép. Pedig azt meg kell enni, mert ha elrakom, utána egy hónap múlva ki kell dobjam, mert szétmálik, meg beleköltözik a moly, meg stb. Tehát annak is akkor van értéke, hogyha az ember arra használja, amire készül. És természetesen a hímzésről ne is beszéljünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha tényleg ezeket a tárgyakat használjuk, akkor van értelme a mi munkánknak, és akkor tettük élővé a hagyományunkat. Néhány fontos szervezetet még ide írtam a végére, hogy kik azok, akik bennünket támogatnak, vagy segítenek. Itt a Békés-megyei Népművészeti Egyesületet egyértelműen ki kell emeljem. Mi együtt dolgozunk, az Egyesület tagjai, a mi tanáraink, mint hogy én is az Egyesület tagja vagyok. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szimbiózis, ami tényleg egyértelműen segíti ezt a mindenes munkánkat, hogy életben tartsuk ezt a számukra fontos dolgot. A Népművészeti Egyesületek Szövetségét mindenképpen ki kell emeljük, a Hagyományok Házát, és egyre inkább a kamarának a jelenlétét is érezzük, hiszen velük is együtt dolgozunk. Én azt gondolom, hogyha szélesedik ez a kör, akikkel ugye összekapcsolódik a munkánk, akkor egyre könnyebb lesz a munkánk. Én remélem, hogy ez tényleg így lesz, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, hogy az előadását bemutatkozását az iskolára vonatkozólag. Az Ibsen ház, ugye ez ugye elhangzik, tehát ő úgy használja a saját koordináta rendszerében, mintha mindenki tudja, Ibsen azért többnyire mindenki tudja, de hogy Békés Csabára hogy kerül egy Ibsen ház, az egy külön történet, mert a norvég alapfinanszírozásával hozták létre ezt a központot, ami egy nagyon fontos közösségi tér, és ugye méltó emberről nevezték el, és a norvég támogatást adók ragaszkodtak ahhoz, tessék figyelni, tehát nem erőszakolták, de azért benne volt, hogy ha adunk x 100 millió vagy 1-2 milliárd forintot ehhez, és tényleg fantasztikus, én is tartottam ott előadást, koncertet, továbbképzést, tehát ismerem, zsűriztem, mindenféle csináltam, akkor ragaszkodtak ahhoz, hogy a norvég ország márkát erősítő norvégikumról idézőjelben, vagy norvégikuszról, ha szeméről van szó ebben a formában, tessék elnevezni azt az intézményt. Ami egy méltó, és nem azért, hogy azt a pénzt megérte, tehát nem erről van szó alapvetően, de hogy figyelnek a márkaépítésre. Nagyon jó az, hogy segítenek, de egyúttal azért ott van, hogy a norvég kultúrát, vagy a norvég kultúra egy kiemelkedő személyiségét tessék köztudatba juttatni és hozzátenni. És hát annak a szellemiségnek is, az értékteremtésnek ez a fajta műhely és iskola is fantasztikusan szépen is jól megfelel a törekvésekkel. Együtt gratulálunk és köszönjük szépen. További sikereket, jó munkát kívánunk hozzá. Nagyon fontos az, hogy egy közben zaklatolok és kötyögök magam számára is, meg amiket hallok jó dolgokat, ugye az ember, én is próbálok jegyzetelni. A kézművesség.
hogy ugye a kézművesség definíciójában rágódtam a közelmúltban, mert a Magyar Kereskedelmi Iparkamara kézműves remek pályázata, illetve most a Malonyai pályázat zsűriben is benne voltam, vagy elnökösködtem, mindenfélét próbáltam tenni, és jelentem, hogy a magyar kézműves remek meg fog újulni a 15. évtől indulóan, mert hogy nagyon jó szándékú és az legátfogó olyan típusú pályázat, ahol a tradicionális népi kézműves mesterségektől, aztán az irodalomban ezt kismesterségnek, népi mesterségnek, sok mindennek hívják, házi ipartól kezdve, ugye történetileg visszamegyünk, nevezik, de összességében a kézmű iparos és a kézművest mi különbözteti meg a mai árudömpingben? Alapvetően a tradicionális elemeken, a környezetében lévő természetes anyagok felhasználásán, azon a tudáson túl nagyon fontos elem az, hogy ha áruvá válik az a termék, akár funkcionális tárgyként, akár dísztárgyként, mert mai funkcióban a dísztárgy funkció is funkció, természetesen persze szeretjük azt, hogyha a tárgynak eredeti funkció, használhatósága is van. Tehát nem csak flashiként teszünk oda, mert akkor onnantól kezd egy lépés a nem tudom milyen mintákkal kipingált petróleum lámpa, amit nincsként lehet a vásárban kapni. Tehát Isten mentsen meg attól. Természetesen elkülönítjük. De nagyon fontos az, hogy a kézműves termék esetében legyen az áru vagy használati érték, az alkotó az arcát adja a termékhez, az alkotáshoz. Tehát ott van, hogy ezt ki csinálta, és nem feltétlenül a szerzői oldalról. Tehát a népi közösségben, majd holnap beszélek a hagyományos közösségben és az új funkcióban, az új hullámban létező hagyományelemek törvényszerűségeiről. Tehát ott nem a szerzői jogiság szintjén bárki lemásolhatja a hevesi motivumot, amit Bader-ben tett ide, vagy a fekete nádúrbani kerámiát, ha tudja természetesen, bár legyen akkor a mesterségbéli tudása. És meríthet. Ez egy közkincs ilyen értelemben. Én erre azt mondom szakmainak, hogy a Corvinuson van márkai építés tantárgyuk, értékmentés, hagyomány, márkai építés, ennek egy kicsit a Hungarikum is része, és ott rendszeresen tartok előadást arról, hogy a közreceptúrákból hogyan kell és lehet márkát építeni. Óriási érték. A gulyásleves például. A kürtös kalács, de ugyanígy a kézműves termékeink is, rengeteg közreceptúránk van, ami kötődik hozzánk. A golászok a bizonyos felmérések szerint a világban, és több felmérés egymástól függetlenül, a Coca-Cola után a magyar gulyást, mint gasztronómiához kötött fogalmat, szót, márkát emeli ki másodikként, amit ismernek, Japántól, Brazíliától, Németországtól, Afrikáig. Csak a probléma az, hogy alapvetően nem a magyar gulyás receptúrát nevezik annak. Hát ha valaki Németországban, mondjuk a Müncheni Südbahnhofban próbált már gulászupét enni, akkor rájön, hogy a név az egyezik, de a produktum, a receptúra az maximálisan eltér.